A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Országos Horgászszövetség az őszi haltelepítések és a karácsonyi étkezési célú hal biztosítása a termelői árak csökkenése tükrében címmel bemutató halászattal egybekötött sajtótájékoztatót tartott Réti Majorban, az Aranypont ZRT székhelyén. A vendéglátó Lévai Ferenc köszöntő gondolataiban megerősítette, fontos, hogy a szakmaközi szervezetek közös stratégia mentén tegyenek a halfogyasztás népszerűsítéséért. Nagyon örülök annak, hogy olyan stratégiai partnerünk van, mint a Magyar Országos Horgászszövetség, akivel immáról lassan 10 éve van olyan kapcsolatuk, amit el se tudtam volna képzelni mondjuk 1980-ban. Egymással vagyunk utalva, és egymással együtt dolgozunk olyan célokért, amelyek közösek: a vizek hasznosítása, a természet védelme, a horgászturizmus és ezen belül a halászati kiszolgálás erősítése. Németh István a MAHAL elnöke tájékoztatójában kiemelte, hogy az ágazat az elmúlt időszak nehézségei után újra sikeresen termel, köszönhetően a csökkenő takarmány és üzemanyagáraknak, illetve a vízpótlás biztosításának. Nekünk ennek a kis ágazatnak a karácsony a legfrekventáltabb értékesítési időszakunk. Örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy egy viszonylagosan jó évnek vagyunk utána. A természet kegyeltjeként az idén bőséges volt a csapadékellátás, és a tavalyi aszály után fellélegezhettünk mi termelők és a halak is. Györfi Balázs, az Agrárkamara elnöke örömének adott hangot, hogy a szakmaközi szervezetek együttműködése lehetőséget biztosít a további fejlődésre. Az ágazat előtt hadd fogalmazzak így le a kalappal, hisz az elmúlt néhány év az sok kihívást tartogatott. Ugye a koronavírus járvány az különbözőkféle mértékben érintette az egyes ágazatokat az agráriumon belül. Hát a halágazat az tipikusan az érintett ágazatok közé tartozik, hisz a halfogyasztásnak egy jelentős része az éttermi körülmények között zajlik, és az éttermek bezárásával, fogalmazunk így, a horeka szektor leállásával nagyon súlyos megrendelési állomány került visszamondásra. Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a kezelésükbe tartozó horgászati célú vízterületek rendszere folyamatosan erősíti a haltermelést is. Kötöttünk egy halár megállapodást az őszi halárakkal kapcsolatban a MAHAL-lal, aminek az a lényege, hogy nálunk is megvalósul az inflációnak a letörése, hiszen egy jelentős mértékű, majdnem 10%-os ár kedvezményt sikerült elérni. Jó hír, hogy a karácsonyi halak ára a tavalyihoz mérten alacsonyabb lesz, és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is széles kínálatból választhatnak a vásárlók.